Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Üdvözlöm Önöket, immár másodszor ma este a Magyar Nemzeti Tanács első rendes ülésén, melyet az előző ülésen, az alakuló közülésen hívtunk össze. A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének harmadik szakaszán alapján a tanács első ülésének jegyzőkönyvének vezetésével megbízom a tanács legfiatalabb tagját, Barát Gábor Gergelyt. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 35 tanácsnok, tehát a testület határozott képes teljes összetételben dolgozik. Az előző határozat értelmében a mai tanács napirendje a következő. A Magyar Nemzeti Tanács elnökének megválasztása. Ez az egyetlen napirendi pont. De szavazásra ajánlom a napirendet. Ki az, aki elfogadja ezt a napirendi javaslatot? Kérem, szavazzanak. Van-e ellene valaki? Tartózkodó? Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk a napirendet. Tehát csak a Magyar Nemzeti Tanács elnökének a megválasztásáról fogunk ma dönteni. Az elnök megválasztása az alapszabálya értelmébe és az ügyrenddel összhangba legalább 10 tanácsnok jelölhet elnök jelöltet. Kérem, hogy tegyék meg a javaslataikat ennek értelmében. Tessék, Jarasz Anikó. Tisztelt elnökség, milyen tisztelt tanácstagok! A 2018. november 30-án, azaz ma megalakult Magyar Nemzeti Tanács 29 tagja, akik a Magyar Összefogás listájáról szereztek mandátumot, Hajnal Jenő, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, kulturális mediátort, a nyelvtudományok magiszterét, a Magyar Nemzeti Tanács eddigi elnökét, a Magyar Összefogás listavezetőjét javasolják a Magyar Nemzeti Tanács elnökjelöltjének. Hajnal Jenő 1954-ben született Bácsgyulafalván. 1977-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar nyelv és irodalom tanszékén szerzett magyar tanári, 2008-ban pedig a budapesti ELTE pedagógiai és pszichológiai karán kulturális mediátori oklevelet. 1981-ben tanári, 1991-ben pedig könyvtárosi szakvizsgát tett. A nyelvtudományok magisztere, tudományos kutató. 1977 és 1983 között Zentán középiskolai magyar tanár, a következő három évben az Újvidéki Rádió zentai tudósítója, majd 1986-tól 1988-ig a Zentai Községi Szakszervezeti Tanács szakmunkatársa. 1988-tól 2006-ig a Zentai Túlzó Lajos Közművelődési Központ, 2006-tól 2014-ig a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának tagja 1999-től 2002-ig, 2002-től pedig a Magyar Nemzeti Tanács tagja és a Kulturális Bizottság elnöke 2002-től 2010-ig, illetve ezen bizottság alelnöke 2010-től 2014-ig. 2014-től a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, nős, két leánygyermek édesapja és 5 unoka boldog nagyapja. Tisztelt tanácstagok, az elhangzottak is azt hiszem, hogy már önmagukért beszélnek, de szeretném még néhány gondolattal kiegészíteni a javaslat indoklását. Amikor a jövőnek tervezünk és építünk, azt csak úgy tehetjük, ha biztos alapokra helyezzük azt. Hajnal Jenő magiszter rendkívül céltudatos, következetes, közvetlen, nyílt személyiség. Hatalmas kapcsolati tőkével rendelkezik, több évtizedes az oktatás és a közművelődés területén eltöltött szakmai múltja révén élvezi a vajdasági magyar közösség bizalmát. Ez a bizalom is a segítőkész hozzáállásán és közösségépítő munkáján nyugszik. Tetteivel, jó szándékú és segítőkész hozzáállásával arra törekedett és törekszik, hogy előbbre vigye a vajdasági magyarság életét, megkönnyítse hétköznapjait, hogy összefogja a közösséget. Közvetlen munkatársaként megtapasztaltam, hogy erős, határozott vezető, aki mindamellett megértő és együttérző.
mindig a magyar érdekek érvényesítésének elszánt képviselője minden területen. Minden körülmények között legyen szó oktatásról, az ifjúsági közösségek, vagy éppen a felnőtt és az idős közösségek támogatásáról, vagy a magyar nyelv méltóságának megőrzéséről, a vajdasági néphagyományok és a történelmi kulturális örökségünk védelméről. Az elmúlt 4 éves ciklusban a Magyar Nemzeti Tanács elnökének tisztségét betöltve megtapasztalhattuk, hogy hatalmas munkabírású, pontos és precíz. 20 éves szakmai tapasztalata a Magyar Nemzeti Tanácsban, ezen testület bizottságainak munkájában, az elmúlt 4 évben pedig magának a tanácsnak a vezetésében biztosítja a következő 4 évben is a Magyar Nemzeti Tanács és a vajdasági magyar közösség méltó képviseletét, az új programban kitűzött célok következetes végrehajtását és megvalósítását. Meggyőződésünk, hogy az eddigi közösségépítő munkájával, integratív személyiségével, tapasztalatával és tudásával méltó és alkalmas a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére, ezért javasoljuk az elnöki tisztségre történő megválasztását. Most pedig átnyújtanám. Van-e más javaslattevő, más javaslat? Ha nincs, ha mindenki megtette a jelölést, és rendben van minden aláírások, akkor megállapítom, hogy egyetlen jelölt van a Magyar Nemzeti Tanács elnöki posztjára, ez, és az ügyrend értelmében a jelöltről, magiszter Hajnal Jánosról megnyitom a vitát a közülésen. Tessék, Kalmár Zsuzsa. Tisztelt egybegyűjtek kollégák, én nem is vitázni akarok, hanem, és nem is mint ellenzéki képviselője ennek a csapatnak, hanem mint tanácsnoka az MNT-nek. Én a jövőről szeretnék néhány gondolatomat megosztani önökkel, talán, hogy mit várok a következő 4 év munkájától, a közös munkánktól. Azt szeretném látni, hogy az MNT egy erős és határozott intézménye magyarságunknak. Azt szeretném, hogyha a döntések, a fontos döntések valóban itt dőlnének el közöttünk ebben a tanácsteremben. És nagyon szeretném, hogyha végleg szakítani tudnánk azzal az ellenszenves magyar szokással, hogy ellenségként tekintünk azokra, akik nem ugyanazt gondolják, amit mi. Hiszen azt gondolom, hogy ellenfelek esetleg, de ellenségek semmiképpen nem vagyunk. Mert a legtöbbünket ugyanazok a célok vezérlik. És azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb kérdésben nem is érdemes vitát nyitni. Mivel ez egy ünnepélyes alkalom, én mint színész nem tudok kibújni a bőrömből, és tudom, hogy ez teljesen nem idevaló, és nyilván néhányan majd rosszat is gondolnak rólam emiatt, de hadd mondjak el egy verset, jó? Már csak, hogy az ünnepélyességét ennek az eseménynek növeljem egy kicsit. Egy nagy forradalmár elődünk versét szeretném elmondani. Petőfi Sándor, a 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki ma a kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmas örömed, nincs rád szüksége a világnak, és ezért a szent fát félreted. Pusztában bújdosunk, mint Hajdan népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön vízen át, átok reáki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok reáki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy most már megállhatunk, mert itt az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében étlen, szomjan, kétségbe esve tengenek.
hogyha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig folyvást küzdeni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket lágy szelídcsókkal zárja le, és virágkötéllel sejempárnán bocsát le a föld mélyébe. Köszönöm a türelmüket. Tessék, tovább van egy jelenkező vitára. Amennyiben több tanácsnak nem kíván szólni, berekeztem a vitát. És megállapítom, hogy a tanács elnök jelöltjének sorrendet nem tudok mondani, egyetlen jelölt van, tehát csak magiszter Hajnal Jenő van a listán, ő az egyetlen jelölt. A tanács elnökének megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására a tanács egy háromtagú szavazóbizottságot választ, a megválasztott tagok sorából és a jelenlevő tanácstagok szavazat többségével. Kérem a jelölteket. Linka Berez Gabriella és Losonc Dávid. Linka Berez Gabriella. Losonc Dávid. Losonc Dávid. Losonc Dávid. Tessék, Zsoldos úr. Mengyan Pletikoszics Ildikó. A testület a javasolt szavazatszámláló bizottságról vita nélkül dönt, kitámogatja a javasolt szavazatszedő bizottság megválasztását. Köszönöm, ki van ellene? Senki? Tartózkodó? Tehát egyhangulag megállapítom, hogy a testület támogatta a fennnevezett személyeket, tehát Linka Gabriellát, Losonc Dávidot és Mengyan Pletikoszics Ildikót a szavazatszámláló bizottságba. Megkérem a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy fáradjanak ki a munkaelnökség asztalához. És átveszik a... A szavazólapok kiosztása úgy történik, hogy amint a tanácstag nevét felolvasom, az ide lép az asztalhoz, és átveszi a szavazócédulát, amelyet közvetlenül előtte bélyegeznek le a szavazatszámláló bizottság tagjai. Csak annyi szavazó cédulát tecsételen le a bizottság, ahány tanácstag jelen van, tehát ez esetben mind a 35-öt. Kérem, hogy miután kitöltötték a szavazó cédulát, az itt, az urna az, bocsánat, itt van? Mindjárt hozzák. Hozzák mindjárt. Az urnába, itt van hátul, vegyék ki hátul. Az urnába kell bedobni a szavazatokat. Megkérem, ott van az urnát, legyen szíve csak előrehozni. A műszaki előkészület megvolt, kezdhetjük. Tehát kérem, hogy vegye át a szavazó céduláját Ábrahám Csilla. Bacsik Lőrinc Natália. Bajusz Konc Ágnes. Barát Gábor Gergely. Csikós Krisztina. Krisztina nincs itt. Itt van a Krisztina, bocsánat, itt hátul. Denegri Bolya.
Dolinszky Gábor. Dr. Dudás Attila. Erdődi Edvina. Fazekas Róbert. Györe Decsov Emese. Magiszter Hajnal Jenő. Jerasz Anikó. Kalmár Zsuzsa. Zsuzsanna, bocsánat, pontos legyek. Kálló Béla. Kis Imre Szerda Anna. Kicsera Géza, és kérek egyet, köszönöm szépen. Linka Berez Gabriella. Losonc Dávid. Átvette? Igen, átvette, igen. Átvette, jó. Mengyán Petikosz is Ildikó. Ő is átvette. Dr. Mészáros Zoltán. Molnár Attila. Dr. Novák Anikó. Magiszter Paskó Csaba, Perpauer Attila, Péter Krisztina, Petkovics Márta, Sárközi István, Szlákó József, Ternovác István, Teszlis Zorán, Turkál Marianna, Verebes Krnács Erika, Dr. Vitkai Kucsera Ágota, és dr. Zsoldos Ferenc. Nyilván kiosztottuk a szavazólapokat, 10 perces szünetet rendelek el, töltsék ki, és szíveskedjenek bedobni az urnába a szavazólapokat. Kérem a szavazatszerű bizottság tagját, hogy számoljon be a munkáról, és tegyen jelentést. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, tanácstagokat, az elnöklőt. A szavazatszámláló bizottság nevében megállapítom, hogy az átvett szavazócédulák száma 35. A felhasználatlan szavazócédulák száma 0. A tanácstagok, akik átvették a szavazócédulát, szintén 35-en vannak. A felhasznált szavazócédulák száma 35, az érvénytelen szavazócédulák száma 5, az érvényes szavazócédulák száma 30. A szavazatszámláló bizottság nevében megállapítom, hogy a javaslatot a tanács megszavazta, és magiszter Hajnal Jenőt megválasztotta a tanács elnökének. 30 szavazattal. Én már csak ismételni tudom, a tanács tagjai többsége megszavazta magiszter Hajnal Jenőt a Nemzeti Tanács elnökévé a testület 4 éves megbízatási idejére. Gratulálok és kívánom az elnök úrnak, hogy az által vezetett testület mindig a vajdasági magyarság érdekeit képviselje, és az legyen mindig a szem előtt. Ehhez nagyon jó munkát kívánok a magam nevébe és mindannyiunk nevébe.
Megkérem, hogy a hivatalba lépés előtt az ügyrenddel összhangba lépjen a szószékhez, és tegye meg fogadalmat. Megvan. Megfogadom, hogy tiszteletbe tartom a Szerb Köztársaság alkotmányát, a Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát, a törvényt és a Magyar Nemzeti Tanács alapszabályát, hogy a Magyar Nemzeti Tanács elnökének tisztségét a demokrácia elveitől, a polgárok és a vajdasági magyar nemzeti közösség érdekeitől vezérelve, lelkiismeretesen, elfogulattanul és felelősségteljesen ellátom, és hogy őrizni fogom a tanács tekintélyét. Isten engem úgy segéljen. Megengedik, akkor innen folytatnám, és utána leülnék. Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Szeretném megköszönni mindazoknak a bizalmát, akik abban támogattak, hogy a következő 4 évben is a Magyar Nemzeti Tanács elnöke lehetek. Természetesen mindenek előtt Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, aki a Magyar Összefogás Lista vezetőjének nevezett ki. Miért vállaltam ismét a Magyar Nemzeti Tanácsba való jelölésemet? Mert ahogy 4 évvel ezelőtt, most is úgy éreztem, hogyha az embert megtisztelik azzal, hogy olyan feladatra, munkára, tisztségre kérik föl, amelynek elsődleges küldetése egy egész közösség szolgálata, akkor szinte lehetetlen nemet mondani. Hiszen különben épp azokat tagadnám meg, akik magyarságukban közel állnak hozzám, hozzám tartoznak, akik példájukkal, emberi magatartásukkal, munkájukkal és hitükkel mindig is segítségemre voltak és támogattak. Engedjék meg, hogy megválasztásom alkalmából röviden szóljak Önökhöz. Hölgyeim és Uraim, kedves nézők, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik november 4-én részt vettek a közvetlen nemzeti tanácsi választásokon, hiszen részvételükkel nem csak magunkat, délvidéki magyarokat, de egész nemzetünket is abban erősítették meg, hogy olyan hagyományok és értékek mentén haladnak, amelyek legfőbb jellemzője az újrateremtés, az előrehaladás és a továbberősödés. Újrateremtése szülőföldünkön a szabadság rendje szerinti otthonosságnak, előrehaladása minden olyan dolognak, ami igazán fontos életünkben, családunk, gyermekeink, otthonunk, munkánk, kiszámítható előrehaladásunk, egészségünk, emberi méltóságunk, szabadságunk, kultúránk, hitünk, szülőföldünk, hazánk és nemzetünk. És nemzeti közösségünk tovább erősítése, sikeresen kihasználva törvény adta lehetőségeinket, mégpedig törvényes jogkörünkkel élve. Hölgyeim és Uraim! Természetesen azoknak a részvételét külön is megköszönöm, akik bennünket, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Történelmi Egyházak, a civilek és az értelmiségek összetartásával létrejött magyar összefogást, és személy szerint engem támogattak. Tudom, hogy nekik különösen nagy felelősséggel tartozom, de arról sem szeretnénk megfeledkezni az elkövetkezendőkben, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak és annak elnökének, nemzeti közösségünk minden tagját szolgálnia kell, függetlenül attól, hogy november 4-én kire szavazott, vagy hogy élte szavazati jogával. Mindez pedig alázatra és még nagyobb munkára kötelez engem is, de bennünket is. Az elmúlt 4 év ugyanis azt bizonyította be, hogy a céltalan panaszkodás helyett csak a tettnek és az együtt közösen elvégzett munkának van értelme. Mindazokkal, akik itthon maradtak, abból, ami rendelkezésünkre áll, értékálló minőséget kell teremteni. Csak ilyen hozzáállással tudjuk ugyanis javunkra fordítani, nem csak az Európai Unió és az anyaország, hanem Szerbia, a köztársaság, a tartomány és a helyi önkormányzatok kínálta lehetőségeket, támogatásokat és pénzforrásokat is. Épp ezért csak egyetlen egy irányelvünk lehet a közös értékeket tovább bővíteni, fejleszteni és mindenki számára elérhetővé tenni. Ezen az úton pedig segítünk a megosztottság helyett, csak is az együttműködés, az önök
az önös magánérdekek érvényesítése helyett pedig a közjó szolgálata, közös kisebbségi és nemzeti ügyeink erős és hatékony képviselete lehet. Olyan együttműködés, amely egymást erősítve egyszerre szeretné a délvidéki magyarság és teljes nemzetünk minden egyes tagjának a javát és a felemelkedését segíteni. Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Felvállalt feladatunk volt az elmúlt 4 évben, és kötelmünk marad az elkövetkezendőkben is, hogy a vajdasági magyar közösség tagjait meghallgassuk. Érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerjük. Segítsük és támogassuk, hogy Magyarország kormányának elkövetkezendő 4 évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve járuljunk mi is hozzá kisebbségi közösségünk biztonságához, pozícionálásához a közép-európai együttgondolkodásban, mégpedig a családok támogatásának, a versenyképes tudás megszerzésének és a munkaalapú társadalom megteremtésének terén. Itt szeretném külön is megköszönni anyaországunknak és Magyarország kormányának az elmúlt 4 évben a délvidéki magyarságnak nyújtott erkölcsi, szellemi és anyai támogatását, a magyar nemzet határok feletti egyesítésére törekvő kézzelfogható politikáját. A jövőben is számítunk erre a segítő és támogató közreműködésre, hiszen ezáltal nem elszenvedői, hanem haszonélvezői lehetünk annak is, hogy bármennyire bevallani kisebbségben nehéz itt Szerbiában magyarként élni. Már eddig is sikerült megtalálni helyünk és szerepünk abban, hogy mindenek előtt közösségünk érdekeit szem előtt tartva aktív alakítói lehetünk annak a változó világnak, amelyben élünk, amelyben közösségünk igényeihez alakítottuk a törvényeket és a közintézményeink hálózatát. Vagyunk, van helyünk, meghatározó a szerepünk. A vajdasági magyarság ereje épp ebben van, és lesz, hogy nem szemlélője, hanem épp ellenkezőleg aktív alakítója mindennapjainak. Kedves hallgatóság! 2 nappal advent első vasárnapja és a következő 4 év reményteljes várakozás és elvárás előtt mi más kívánhat az ember mindannyiunknak a kihívások nagy rengetegében, mint hogy valósuljon meg a csoda, kézzelfogható közelségbe kerüljön mindaz, amire várakoztunk, minden, ami után vágyakoztunk, az ünnep látást, távlatokat, célokat, feladatokat fölmutató világosságában. Ennek reményében kívánok minden egyes nemzettársamnak, de egész nemzetünknek is sikeres, eredményes és mindenek előtt áldott soron következő 4 évet, karácsonyra pedig áldott ünnepeket. Köszönöm megtisztelő figyelmeket! Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Első rendes ülésünk végén tisztelettel felkérem testületünk 2 tagját, főtiszteletű Dolinszky Gábor Szabadkai evangélikus segédpüspök urat és főtisztelendő Paskó Csaba Kelejbei plébános urat, hogy a gondviselés áldását kérjék a Magyar Nemzeti Tanács következő 4 évére és tanács tagjaira. Álljunk fel, kérem! Teremtő és a gondviselő Isten, ahogyan az elmúlt években is megáldott bennünket, úgy áldja meg ezt a tanácsot, áldja meg az egyént, áldja meg a vajdasági magyarságot és a Magyar Nemzeti Tanács munkáját az előttünk álló években is. A Szent Lelke által munkája mindnyájunkban azt, hogy közösen tudjuk gondolkodni, együtt tudjunk egy közösségként határozatokat hozni, és egy közösségként lendítsük előre a vajdasági magyarságunkat. Így kérem meg a jó Istent, hogy áldja meg a mi munkánkat, áldja meg mindnyájunkat az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, áld meg a magyarságot, Kárpát-medencében és a világ minden pontját, minket pedig itt délvidéken élő magyarokat, különösen is a délvidéki magyarság egyik legfőbb fórumát, a Magyar Nemzeti Tanácsot, elnökkel, minden képviselővel, akik ma együtt vannak, és akik ma fogadalmat tettünk arra, hogy lelkiismeretesen, őszintén, a legjobb tudásunk szerint mindent megteszünk ezért a közösségért. Adj erőt, bölcsességet, kitartást, hogy mindig jó döntést hozzunk nemzetünk, népünk jövőjéért.
Krisztus, a mi Urunk által. És most együtt közösen, mint amiben mindannyian egyek vagyunk, református, evangélikus vagy katolikus, imádkozzuk el azt az imádságot, amelyre a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És áldjon meg titeket és mindannyiunkat a Teremtő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Nagyon szépen köszönöm a rövid áldást kísérő áhítatot. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy második rendes ülésünket december 10-ére tervezzük. Szép estést és hétvégét kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy együtt lehettünk.